Ilyen sivatagi látvány fogadta a szombati strandolókat a Velence korzó partján. A képeken is jól látni, hogy a parttól akár 10 métert is besétálhatunk, még mindig bokáig ér a víz. Ennek ellenére volt, aki bemerészkedett, hiszen a 35 fokos forróságban még ez a kis víz is felütülésnek számított. Ez pedig már az Agárdi Szabastrand, sokan ide jönnek át akár a korzóról is fürödni, mert bár itt sem magas a vízállás, de valamivel kellemesebb a fürdőzés. A szélben sokan a vízisportoknak is hódoltak a hétvégén. Hók Zsolt, ennek a büfének az üzletvezetője azt mondja, a vízszint apadásának köszönhetően nálunk megnőtt a forgalom, ugyanis a Velence korzó szinte kihalt, így aki a tónál szeretne strandolni, az Agárdi Szabastrandot választja. A tó adottságai miatt itt még mindig sokkal több víz van a tóban, mint a Velence korzó és a Gárdonyi strandnál, ezért aztán azt tapasztaljuk, hogy nálunk egy kicsit talán nagyobb a forgalom, mivel hogy ide jönnek az emberek. A vizsgálatok szerint itt a vízminőség is megfelelő, és ha nyakig nem is, derékig azért el lehet merülni a tóban. Kevésbé szerencsés helyzetben van a Pisztráng utcai Szabastrand Gárdonyban. A gárdonyi Pisztráng utca Szabastrandján már betiltották a fürdőzést, ahogy ez itt a mellettem lévő táblán is látszik, ki van írva, hogy a tóban fürödni tilos. Ez azonban nem mindenkinek szegte kedvét, még akkor sem, hogyha éppen bokáig ér a víz. A fürdési tilalmat a vízminőség miatt rendelte el a Fejér megyei kormányhivatal. A közleményben azt írták, hogy a kormányhivatal rendszeres hatósági ellenőrzése során határértéket meghaladó szennyeződést mért a strandon, ezért a fürdőzők egészségének megóvásáért tiltották be a fürdést. Folyamatosan vizsgálják a strand vízének minőségét, és amint az előírásoknak megfelelő lesz, a hatóság a tilalmat haladéktalanul feloldja. A velencei tó további strandjain a vízminősége megfelelő, fürdőzésre alkalmas, tudtuk meg a kormányhivataltól.